Ez az út vezet a Mecsek Nádasdy Hudák borkertbe. A birtokot az idegsebész Hudák István is felesége alakította ki. Ide is ellátogathattak a vendégek a borbaranguló elnevezésű eseményen szombaton. A sebészeti munka nagyon nehéz, és kell kikapcsolás. És mindig is én úgy gondoltam arról, hogy az apám, ő neurológus volt, igazgató neurológiai, és valahogy imádta a szakmát, és mikor elment nyugdíjba, akkor egyszer csak nem volt mivel foglalkozni. És én döntöttem úgy, hogy legyen nekem valami foglalkozás, ami abszolút másik, mint az orvosi, az idegsebészeti szakma. Így jött a szőlőtermesztés, a borászkodás, a gyógyítás mellé. Szombaton Hudák doktor zongorajátékkal is szórakoztatta a vendégeit. Ez már a Mecsek Nádasdy pince sor. Itt is kinyitottak a gazdák, hogy megmutassák boraikat a vendégeknek. Erre a hétvégére egy 2021-es írsaival készültünk, egy kékfrankos Zweigelt rozéval, és egy 2018-as évjáratból Cabernet Sauvignonnal. Az írsai szexárdi szőlőből, a másik kettő fajta, vagy tehát a másik kettő bor, az Mecsek Nádasdy területről származó szőlőből készült. Ez már egy másik helyszín, ahol a Borbarangolás Szervező Egyesület elnökével is találkoztunk. Hetényi János azt mondta, a vendégek elcsodálkoztak, hogy mennyi rejtett szépség van a településen a hatos út közelében. Nagy meglepetés volt nagyon sok ember számára, még olyanoknak is, akik itt a közelben laknak. Természetesen ez hozzájárul az is, hogy a gazdák nagyon készültek erre a mai napra. Mindenki a legszebb arcát, a legszebb borát vette elő, mert nagyon fontos Mecsek Nádasdynak, mint általában a turisztikát megcélzó településeknek, hogy jó véleménnyel távozzanak innen a vendégek. Összesen 13 pincét ismerhettek meg az érdeklődők. Mintegy 300-an érkeztek a Mecsek Nádasdy bor barangolásra, ami a Hetényi birtokon ért véget egy finom vacsorával, kellemes zenével. Az eseményről közéleti magazinunkban bővebben beszámolunk csütörtökön.